Szevasztok srácok, Csipi vagyok, kijött az újabb Flash SBC, így a Lunar New Year event alkalmából 6 óráig jó. Egy uh, Premium Electrum Players pakkot ad, azt mondja, hogy Build Squad Around Asian Countries Celebrating the Lunar New Year, tehát le már lehet, már -e lehetett tudni, de ázsiai játékosok kellenek, de vajon kellenek-e bele tényleg ázsiai játékosok? Ugye ja, betettek három darab ázsiai játékost, már előre, hiszem a dél-koreai, kínai és egy filipino, vagy fogalm sincs ez milyen. És megnéztem a transferen, egyből a kínai játékosok, ezek a filipino játékosok, ezek a dél-koreai játékosok, ilyen tízezerben mennek, viszont meg lehet csinálni nélkül is ez srácok, amit látjátok, Egészet kihoztam Portugál Ligás játékosokból, nekünk kész van a Portugál Liga SBC, így nincs rá szükségünk ezekre a Portugál Ligás játékosokról. Ugye mindenki pakból volt, van jó pár hiperlink, például itt a kettő, itt a kettő, itt a kettő, és itt a kettő, meg itt a kettő között. Ugye aztán még nincs is mindenki ugye poszton, de így is kijött a 85-ös rating, ugye minimum 4 arany játékos kellett bele, és ugye legalább három nemzetiség. Úgyhogy bőven kijött, nem kell ide semmiféle koreai, meg ázsiai, meg kínai, meg tököm tudja milyen játékos. Egy ö, ligából ki lehet hozni, amiből van sok pakból nyitott játékosotok. Nyomjuk is el. És akkor ez a Lunar New Year SBC elkészült. Nézzük meg, hogy mi van a pakba. Szerintem a Premium Electrum Players pak, 3 rare van benne, 6 arany, 12 játékos, ugye? Moses. Na hát a 82-es inform. Nem számítottam semmi jóra ebből a pakból. Mégis bedobott egy császi informat, teljesen jó. Nézzük, hogy mi van még a pakba. Hát a pak többi része már Sokat nem ér, van már duplikét is, 15 ezer körül megy, teljesen jó. Srácok, ennyi lett van a következő flash SBC, reggel 9 óra körül érkezik a következő, természetesen megcsináljuk azt is. Ha hát tetszett, dobra egy lájkot, csipi voltam, szevasztok!